Szemerédi Endre világhírű matematikus professzor, számos rangos magyar és nemzetközi tudományos díj tulajdonosa. Többek között 2012-ben elnyerte a matematikai Nobel-díjnak számító Abel-díjat is. Az idei Neumann János professzori címet az elméleti számítástechnika területén elért eredményeiért a napokban vehette át. Vendégünk Szemerédi Endre, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és sok szeretettel gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm szépen. Mit jelent ön számára ez az elismerés, ez a Neumann professzori cím? Nagyon örültem neki, nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom. Neumann János majdnem minden matematikusnak a példaképe, a 20. század egyik legnagyobb tudósa. És a Neumann János társulat és a Budapesti Műszaki Egyetem ítélte oda ezt a díjat, és külön örömömre szolgál, hogy ez a matematika alkalmazásáért kaptam. Igen, de hogy egy pici fricska legyen azért a dologban, ennyi szerintem el is árultatunk, hogy ez egy számítástechnika terén végzett kutatásokért kapott díj, de ha jól tudjuk, akkor ön nem használ számítógépet például. És soha nem is használt. Igen, jól tudják. Használok számítógépet, de nem úgy, ahogy kellene. Tehát a munkámhoz nem használok számítógépet, de amikor valami meg akarok tudni információért, természetesen használom a számítógépet. És hát többnyire a feleségem segít, hogyha valamit nem találok meg. Kicsit avasson be minket, laikusokat, a munkamódszerébe, mert hogy ugye fejben gondolkodik, és hát ha jól tudjuk, akkor volt olyan alkalom, amikor egy háztetőn ülve elmélkedett és gondolkodott, vagy mondjuk a Dunaparton, a rakparton. Igen, az úgy volt, hogy a háztetőn azért nem ültem, hanem sétáltam. Ott külön a tetőn kockákat kiraktam, és akkor föl lesétáltam. Igen, és olyan magasan, hogy a busz, ott laktunk a Filér utca tetején, hogy a busz egy magasságban volt velem, és hát, ugye, látták, talán szóltak a rendőrségnek is, hogy jó lenne odafigyelni, itt azért egy nem egészen normális valaki, ugye, sétálgat fel alá, és hát mentsük meg. De ezek szerint önnek inspirálólag hat, ha ilyen szabad környezetben tud gondolkodni? Tehát akár itt a Duna partján, akár pedig egy háztetőn sétálgatva? Igen. Általában az, amikor tehetem, akkor sétálok, és sétaközben gondolkozom. Korábban, amíg nem sérültem meg, akkor a Népszigetre jártam, mert közel lakunk a Népszigethez. Sajnos mostanában már csak az Erkélyen sétálok, mert... Van olyan kutatása, eredménye, amely a pandémiával és a COVID-vírussal hozható összefüggésbe. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Azért erről nem vagyok meggyőződve. Örülök, hogyha így ítélik meg. Én annak idején matematikai problémákat próbáltam megoldani, és hát gráfelmélettel foglalkozom, amit mondhatjuk, hogy hálózatelmélet. Tehát valahogy így kerülhettem én a képbe. De hát nagyon örülök neki, hogy valamennyire úgy hiszik, hogy hozzájárultam esetleg ahhoz, hogy most jobban megismerjük a járvány terjedésének a mechanizmusát. Egy picit elvonatkoztatunk a matematikától. Ha én külföldi matematikusokat hallottam önről nyilatkozni, akkor egyrészt elmondták, hogy egy hihetetlen elmének tartják, egy hihetetlen matematikusnak, de mindegyik megjegyezte mellette, hogy egy fantasztikus személyiség, akit nem lehet nem szeretni, akit nem lehet nem kedvelni, akiért nem lehet nem rajongani. Mi az ön titka? Hát mi az ennek az életfilozófiának a titka? Azt nem tudom, mert azért tudnék mondani neveket, amik megcáfolják ezt az állítást. De biztos kisebbségben vannak. Remélem. Hát ők a kivétel, akik erősítik a szabályt. Így van. Igen. Hogyha nem a matematikáról beszélünk még mindig, akkor van egy nagy hobbija, egy szenvedélye, és ez a sport, és azon belül is a futball. És itt is azért néha tud összefüggést a matematika és a sport között is, vagy számításokat végezni mondjuk az eredményeket illetően. Igen, gyerekkoromban focista szerettem volna lenni, hát annak idején
ugye 40-ben születtem, és akkor a nagy csapat volt, az 50-es évek nagy aranycsapata volt, és én intézetben nevelkedtem, és volt egy pályánk, és ez a Vöröscsillag szálló, hát most nem úgy hívják, annak idején Vöröscsillag szállónak, a közelébe volt az intézet, és a puskásék néha oda jártak, és néha fociztak, néha pedig nézték, amikor mi játszunk. És az egyik legnagyobb büszkeségemre hallanunk, hogy ha egyszer a Bozsik Cucu megjegyezte, hogy ez az a középpályás már, mint én, akinek a játékát ő utánozza. Hát azért ezt is kevesen mondhatják el maguknak, hogy a Bozsik Cucu és Puskás a csiült a lelátón, amikor ő futballozott. Hát, szerintem ez is kivételes. Mis, én sem mondhatom, mert a nincs lelátó, csak a pályás szélén álltok. Az még szebb szerintem, hogy le se ültek. Állva tekintették meg a futballt. Egyébként ilyen szempontból várja a most következő Európa-bajnokságot? Tehát van titkos favorit? Azt tudjuk, hogy nagy Barcelona drukker. Igen. Igen, ezek szerint ugye egyébként is a spanyol válogatott felé hajlik a... Igen, szerettem a spanyol válogatottat, de azt hiszem, hogy a franciák nyernek, hát majdnem mindenki ezt tippeli. Ez igen, nem, most bomba erős csapat. Igen, talán. Nagyon erős csapat, igen. Mennyire követi vagy kíséri figyelemmel a feltörekvő matematikus generációt itt Magyarországon? Figyelem. És nagy örömre szolgál, hogy nagyon sok tehetséges fiatal matematikus van. De természetesen részleteiben nem tudom követni, ez túl szerte ágazó lenne, de azért az eredményeket felületesen követem. És nagyon örülök, hogy valóban ilyen szempontból jól állunk. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és megtisztelt a jelenlétével. És gratulálunk. És gratulálunk még egyszer, és remek nyarat kívánunk önöknek. Köszönöm szépen, én is megtisztelve érzem magam. Köszönöm szépen.